Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A gyűrű jelenti a kapcsolatot. Tehát keresi veled a kapcsolatot, de nem mondja ki nyíltan, hogy mit akar, hiszen itt a gyűrűk mellett megjelenik a felhő, ami átláthatatlan. Amennyiben ő még nős, akkor a gyűrűk utalhatnak az ő házasságára, és a felhő azt jelenti, hogy nem tudja, hogy mit akar, hogyan tovább, ami ezt a kapcsolatot illeti, vagy a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül lesznek a házasságában változások. Persze a fél év lehet a múlt is, hogy mi történt fél évvel ezelőtt, mert előfordulhat, hogy ezek a kapcsolatok visszatérnek hozzá, vagy ő tervezi, hogy felveszi veled újra a kapcsolatot, de nem beszél nyíltan. Ezért van ott a felhő. Hogyan érzi magát? Jelennek az egerek. A kártyavetésnél azt szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek tudnak segíteni, el tudják távolítani a felhőt, mind az, ami átláthatatlannak tűnt, különösen, ahogy ez fél évvel ezelőtt történt. De szimbolikusan az egerek el tudnak téged is távolítani, és ez megjelenik az ő érzelmi világában, az azt jelenti, hogy fél attól, hogy elveszít téged. De lesz egy szerencsés fordulat, hiszen keresi veled a kapcsolatot, nem mondja ki, hogy félelmei vannak, de sietni fog irányodba, hiszen nem akarja, hogy te eltűnj az életéből, és bízik abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és lesz egy szerencsés fordulat. Mit fog tenni? Ő kimutatja a magabiztonságát, sőt megígéri azt, hogy bizonyos dolgokat lezár a múltból. És nyitott lesz veled kiépíteni valamit. Itt a hallak jelenthetik az anyagiakat vagy a hivatást is. Ezek lehetnek ilyen kereskedelmi szerződések, vagy valaminek a kiépítése, amit veled együtt szeretne kiépíteni. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, tisztel téged, megbecsül téged, és nyitott lesz erről beszélni. Mi fűz össze benneteket? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, az ő gondolataiban, az ő érzelmeiben, sőt, légy magabiztos, hiszen te tudod irányítani a dolgokat. A részéről megvan a bizalom, keresi a közelséget, vannak pillanatok, amikor nem beszél nyíltan az ő dolgairól vagy terveiről, de megbízik abban, hogy majd te hozol döntéseket, te irányítod majd a dolgokat. Felnéz rád, nagyon értékel téged, vagy megbecsül téged, dicsérni fog, te állsz itt a középpontban. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, tenderre.